A marosvásárhelyi születésű Budapesten élő Bartis Attila íróként vált ismertté. A Nyugalom és a Vége című regényei Amerikától Kínáig nemzetközi hírnevet hoztak számára, de írói tevékenysége mellett pályáját végig kísérte a fotográfia is. Fényképezést tanult, és annak ellenére, hogy korai portréi a 90-es évek elején már felkeltették a kritikusok figyelmét, megélhetési forrásként mégsem ezt a szakmát választotta. Az utóbbi 30 évben az írás, azaz a gondolat rögzítése, és a kép, vagyis a látható pillanat megörökítése párhuzamosan egymást kiegészítve kötötték le művészi figyelmét. 2014-től mondhatni két laki életet él. Többet tartózkodik Indonéziában, mint Magyarországon. A Távol-Keleten készített fehér-fekete képekből született meg a Szigeteken című tárlat, amely nem egy távoli táj felfedezésével kecsegtet, hanem épp ellenkezőleg a kiváló prózaíró alkotói munkásságának teljesen más szemléletét igyekszik bemutatni. Fotográfiai egyéni kompozíciós rendet, illetve témaválasztást hoznak a látogató elé, mondta a bukaresti tárlaton Petrányi Zsolt kurátor. Hogyan állt össze ez a bukaresti kiállítás? A bukaresti kiállítást megelőzte egy budapesti kiállítás egy évvel ezelőtt. És ott került bemutatásra ez a sorozat, aminek az volt a címe, hogy a Szigeteken, amit egy könyv is kísért. De Attila, amikor ennek a kiállításnak a lehetőségét megkapta, akkor úgy gondolta, hogy számára sem kihívás az, hogy ugyanazokat a képeket állítsa ki. Ezért a képeknek a zöme azóta, a Mai Manó házban megrendezett kiállítás óta készül, Indonéziában készült fotókból állt össze, így számomra is meglepetést jelentett, de azt elmondhatom, hogy a képei azt a szellemiséget mélyítették el, amiket az elmúlt évben a fotográfiában kialakított. Nem titkolhatjuk el, vagy muszáj arról beszélnünk, hogy Bartis Attila író is. És ez azt jelenti számomra, hogy én úgy értettem ezt meg, hogy az írás az a világnak a szövegen keresztül, szavakon keresztül való közvetítése. Az írás az egy pontos, viszonylag pontos módszer arra, hogy történeteken keresztül egy író leírja a képzeletbeli vagy vele megtörtént eseményeket. Attila az biztos, hogy a fotográfiáiban szándékosan ettől elszakad. Azt próbálja meg lefényképezni, amit nem lehet leírni. És ez a különös, és ez a jó, hogyha erre rájövünk, hogy az írói oldal egy, a fotográfiai oldal egy másik oldal, ami azt jelenti, hogy nem is szükséges feltétlenül, hogy szavakban megfogalmazzuk azt, hogy a képek mit üzennek, de ez biztos, hogy annyira erősen hatnak az érzelmeinkre és az érzéseinkre, hogy megértünk belőle valamit Bartis személyiségéből is, az, hogy mi az, amire rácsodálkozik a világban úgy, hogy az nem kaphat mondatokban formát, csak fényképeken. Bartis Attila saját bevallása szerint már gyerekkorában kapcsolatba került a fotográfiával, ugyanis édesapja, Bartis Ferenc író, gyakran magával vitte az Új Élet szerkesztőségének pincéjében berendezett fotólaborba. A pajtásgépet azóta többször is leváltotta, sok fényképezőgépet kipróbált már. Bár filmre szeret dolgozni leginkább, a Bukarestben is kiállított anyag nagy része digitális fényképezőgéppel készült. Bartis nem dokumentarista fotós. Képeivel nem az időt, a hely és a pillanat hangulatát kívánja visszaadni, hanem műalkotásokat hoz létre. A kép az elválaszthatatlan a róla való tudásunk. Tehát nem nagyon tudunk másképp értelmezni egy képet. De ez mindenek előtt mondjuk a sajtófotográfiára igaz. Tehát lehet készíteni egy olyan képet, amiről, hogyha nincs kép aláírás, akkor nem lehet megmondani, hogy egy múzeumi tárlót ábrázol, vagy pedig egy lágerben készült. Tehát kell tudnunk valamit ahhoz a képekről, hogy
hogy valamilyen módon értelmezzük, kontextusba helyezzük őket. Itt is fontos, hogy tudjunk valamit a képekről. Az egyetlen, ami igazán fontos, az az, hogy ezek a képek meglehetősen messze készültek attól a világtól, amelyben most vagyunk. Földrajzilag is, kulturálisan is, érzelmileg is, mindenféle szempontból. Tökéletesen mindegy, hogy valamelyik kép alá odaírom-e önnek, hogy ez egy szoborgyár udvarán készült vagy sem, mert semmi olyan plusz információt nem hordozna, ami közelebb vinni önt a képhez. Mit gondol 2019-ben, amikor mindenki kedvére fényképez és lövi a fotókat akár a mobiltelefonjával, mi ad művészi értéket egy fotónak? Erre szerintem nem elég a műsoridőnk. Röviden nem vállalkoznék rá. Nem. Olyan mértékben változtatta meg a világunkat és minket is az a képözön. Tehát amíg ez a beszélgetés zajlik, ebben a pillanatban több millió kép készül a Földön. Ebből a több millió képből nagyon-nagyon-nagyon sok jó kép van. Tehát gyakorlatilag, mint egy ilyen meteorit övezet a Föld körül, úgy veszik körül ezek az anonim fotográfiák az úgynevezett fotoművészetet. Ez egy nagyon bonyolult történet, hogy melyik hogyan hat a másikra. És a fotográfia az egy nagyon specifikus művészet ilyen szempontból. Tehát az egyetlen művészet, amelyik mindenestől kiszolgáltatottja az úgynevezett objektív valóságnak. Azt gondoljuk, hogy a fotográfiának az a sajátja, hogy technika függő, nem. Számtalan technika függő művészet van még. Az a fotográfia sajátja, hogy olyan mértékben kiszolgáltatottja a valóságnak, amilyen módon egyetlen más művészet sem. És erre a film nagyon rossz példa lenne, hogy igen, de a film is például nem. Még véletlenül sem, a film az egy saját időt teremt. Ugyanúgy, ahogy egy regény egy saját időt teremt. Az bevon a saját idejébe, a saját terébe. Ez egy egészen más történet. Másképpen működik ottan minden. A fotográfia az egy elég speciális történet. Az, hogy mitől válik, tehát ez a diskurzus, ez elkezdődött a fotográfia megszületésükkor, tehát majdnem 200 esztendővel ezelőtt, hogy mi is a fotográfia, művészete a fotográfia, most ki akartam mondani a voyeurizmus, de nem fogom kimondani. Voyeurizmus-e a fotográfia, kívülállás-e a fotográfia. A legnagyobb probléma az, hogy minden esetben általánosítjuk a fotográfiát. Nem lehet. Nem lehet. Részigazságokat lehet kimondani ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy hát itt át lesz írva a fotográfia története. Viszonylag hamar, egyszerűen annak a képözőnek köszönhetően, ami minket körülvesz. Bartis Attila írásaiban is gyakran visszatér a fotográfia. Több szereplője is fotográfus, legutóbbi esszékötete pedig a fotoművészetről szól. Az írói és fényképészeti munkája között azonban nem akar értékrendet teremteni. Hogy dől el az, hogy egyfajta önben megfogalmazódott gondolatnak képi vagy szöveges formát ad? Bocsánat, hogy ezt mondom, de nem megválaszolható a kérdés. Hogyha nekem lenne hiteles válaszom erre a kérdésre, akkor én lennék itt a világ legbölcsebb embere, akinek a kis ujjában lenne a teljes alkotás, lélektan, minden. Nem lehet erre. Nyilván ez egy olyan kérdés, ami mindenkit foglalkoztat, és félreértés ne essék. Én is felteszem önmagamnak ezt a kérdést, de ez nem azt jelenti, hogy lesz rá valaha az életbe válaszom. Nincs.